Na, itt vagyunk. Eléggé jól néz ki. Igen, összevetve, mert erről még nem készítettem videókat, hogy a különböző lakó negyedek közötti különbség, nekem ez a felfoghatatlan, és ez a másik fele. Szóval igen, ez a nagy különbség, ami ennyire meghatározza ezt az országot. Felvesszük a szülőket, és megyünk a tengerpartra grillezni, meg sportolni, meg úszni, meg napozni végre. Szóval megyünk, és egy kicsit. Megálltunk egy benzinkúton kávért, és itt a helyiek egy Tahó nevű cuccat árulnak, amit szójából csinálnak, és mielőtt a szójából tofu lesz, egy ilyen érdekes, nagyon édes ízű helyiek csak úgy eszik ilyen reggeliként, mert nagyon sok energia van benne, egy kis édeségre kerül. Good thing? Yeah. And the other still thing? Hot. And it's still hot. The other one is the sugar and the pearls. Oh, this is the sugar, yeah. And those are the pearls. Sugar and the okay. Pearl and then they are just mixing yeah, it. Yeah, mixing it together. Akkor mi is a kis gyöngyöcske? Tápióka gyöngy. Édes. Kicsit nyálkás, ezek a gyöngyök. Szója íze van egyébként az egésznek. Tofu íze. Édes tofu. Fini. Megugrottunk egy ilyen kis helyi kis piackára, veszünk halat, mielőtt kimegyünk a beachbe. Nagyon kicsi, zsúfolt kis, büdös kis piacka. Sehol sincs igazából hűtő, ezért eléggé gyorsan el kell adni a húsokat. Jég van valamennyi, de hűtő nincs, ezért mindenhol csak ilyen legyezők vannak a legyek ellen. Hát mondom, csak brutális a halszakban, és amit itt nem adnak el estére, azt gondolom megy cselepes. Kivettük ezt a kis házacskát egy délutánra, a srácok előkészítik a kaját, a halat, lehet, hogy itt elősütnek valamit, aztán hozzák le utánk a beach-re, ami körülbelül egy ilyen 10 perccel arrébb van, aztán menjünk és beach-enünk egyet. Megjöttünk a beachre. Elég faszán néz ki a hely. Fontos, befolyásos emberi a környék, mert körülbelül 6-szor el lett mondva, hogy ne nagyon szemeteljünk. Meg 500 biztonsági őr van. Meg nagyon sok fegyveres őr van, ezért biztonságos. Itt van mögöttem a 12. elnök egykori nyaralója. Szegényke már 93-ban elhunyt, de biztosan nagyon élvezte ezt a kilátást, mert gyönyörű. Itt ülünk a beach-en, közben itt hátul a háttérben látszani fog, hogy megjelenik mögöttem a gépfegyveres biztonsági őr. Közben műanyag szacskóból iszik a
hidegített. És itt most sajnos pont rossz a szélirány. Ezt csinál 10 millió ember egy kisvárosba, ahol minden tiszta retek.